Reményeink szerint komfortosabbá válik a berettyóifalui mozi. A kezdeti lépések már megtörténtek, kényelmesebb székek fogadják az ide látogatókat. A berettyóifalui mozi tapasztalt látogatói eddig a kemény székekre helyezett kispánnával, különféle ruhadarabokkal próbálták meg komfortérzetüket növelni. Az apró trükkökre ezek után nem lesz szükség, ugyanis a miskolci Kossuth mozitól vásárolt 1-2 éves székek nem csak nagyon jó állapotban vannak, hanem kényelmesek is. A változásokról kérdeztük Porkoláb Lajost, a helyi művelődési ház igazgatóját. Végre sok év után sikerült kicserélni a székek egy részét, pontosabban 80 párnázott széket sikerült vásárolnunk, és ezt szeptember 4-től már a látogatók használhatják a moziban. Ezt a széket nem az önkormányzat finanszírozta, hanem a művelődési központnak, vagyis jobban mondva a közművelődési törvény egyik paragrafusa teszi azt lehetővé, hogy az önkormányzatok pályázhatnak minden évben az úgynevezett érdekeltségnövelő pályázatra, és ezen a pályázaton tavaly nyertünk 1.100.000 forintot, és abból újítottuk fel ezeket a székeket, illetve abból vásároltuk meg. Az Európai Unió szigorú feltételei és az állandóan fejlődő filmtechnika egyre sürgősebbé teszik az egyéb változtatásokat is. Ha nem tervezünk és rá vagyunk kényszerítve, hogy tervezzünk, ugyanis megváltozik jövőre a moziknak, illetve a filmeknek a hangrendszere, és ezért minden mozikba ki kell cserélni a gépek hangrendszerét. Tehát ha ezt nem csinálnánk meg, akkor nem tudunk vetíteni. A mozi jövőbeli képe már egy korszerű, többfunkciós, minden igényt kielégítő intézményt mutat. A várható újabb átalakításokkal szeretnék az itteni mozizás varázsát újra feléleszteni, hogy a nézők jókedvel, derékfájás nélkül élvezhessék az előadást. Én azt gondolom, hogy ennek a mozinak a teljes felújítása most már elkerülhetetlen és elodázhatatlan. Hogy aztán ezt milyen formába fogjuk felújítani és hogyan. Én azt gondolom, hogy ha ezt a mozit újítjuk fel, mindenképpen úgy kellene a mozit, az egész épületet egyrészt megváltoztatni, kívül a régi eredeti formába helyreállítani. Nyilvánvaló, hogyha a külső felújítása megtörténik, akkor a belső felújítása, a teljes gépház cseréje, mert hát ezek már 20-30 éves gépek, amik ott vannak, elavultak, mondtam, hogy a hangrendszerét nyilván ki kell cserélni, ha átalakítjuk, akkor ezt a színpadot meg kell nagyítani, a mellékhelyiségeket, valamilyen öltözőhelyét ott kialakítani, mert a moziban megvan erre a hely és lehetőség, meg kell oldani a fűtési rendszerét, mert ma ez egy ilyen befújásos fűtési rendszerű a mozi, és hát nagyobb színpadot, és én akkor el tudom képzelni, hogy ez egy kis kamarateremként, hangversenyteremként, vagy sok többfunkciós teremmé át lehet alakítani, de ez még nem egy rossz épület, szóval ezt még kis pénzből fel lehetne újítani.